Félelemérzet 56-ban. A korabeli dokumentumok ezt sem rejtik véka alá, véli Karádi Zsolt, az És nekünk nem szabad feledni című darab rendezője. A főiskolai tanár 1956 egykori harcosainak, hőseinek és hétköznapi megélőinek visszaemlékezéseit, valamint korabeli verseket tanulmányoz több mint fél éve. 56-os történeti szakmunkákat és visszaemlékezéseket olvastam, képanyagokat néztem. Teljesen megrendítő volt. Én 56. januárjában születtem, tehát én nem voltam, főleg a diákok pedig nem lehettek szemtanúk. Amiket olvastunk és láttunk, teljesen megrázó volt, hiszen úgy tűnt, hogy háború folyt Budapesten. És ezt a háborút akartuk érzékeltetni. A hősöket, az áldozatokat, akik véletlenül lettek hősök, akik tudatosan lettek hősök, akik nem élték túl, és akik túlélték, és emlékeznek, és számunkra is emlékeztetnek, bennünket is emlékeztetnek, és számunkra is átélhetővé teszik a történteket. A színpadon a Móri Zsigmond Színház művészei és nyíregyházi egyetemisták láthatók, ők mutatják be az 56-os gondolatokat. Ez egy hatalmas munka volt és komoly feladat. Tehát egy olyan ember egy forradalmának a helyzetébe beleélni magamat, megszólaltatni ezt az embert, aki ott volt és mindezeket látta, megélte. Ez azért nem egy könnyű feladat. A darabot ma láthatta a nagy közönség a művész stúdióban.